Félelmetes képsorokat küldött televíziónknak egy szolnoki sofőr, melyen az látható, hogy autója hátuljába fékezés nélkül nagy sebességgel belehajt egy kamion, mert a teherautó sofőrje nem vette észre, hogy áll előtte a kocsi sor. Az eset még augusztusban történt, de mint a felvétel küldő autós fogalmazott, még most sincs túl a történteken, azóta sem heverte ki az esetet. Törökszent Miklóst elkerülő 4-es útszakaszon tartottam volna egy másik balesethez, ahol egy családtagom balesetet szenvedett, de nem értem oda, mert körülbelül egy kilométerrel az esemény előtt ugye torlódott a sor, és szépen le is lassultunk, mint ahogy a kamera felvételen is látszik, 19 km/h-ról 4 km/h-ra lassultam, tehát szinte egy nagyon lassú araszolás történt. Igazából nem nagyon emlékszem a történtekre, mert olyan hirtelen történt, hogy ez a kamion belém jött, a kamera felvételnek köszönhetően nézhető ez vissza. Nem lett volna hová menekülnöm, se jobbra, se balra, mert egyszer egy sávról van szó. És olyan erővel csapódott belém a kamion hátulról, hogy hirtelen azt se tudtam, hogy hol vagyok, és a hátsó becsapódást követően hátrairányú mozgást, amikor elértem a előttem lévő autót, akkor pedig egy előre irányú mozgás váltotta föl, közben nyíltak a légzsákok, tehát igazából egy elég nagy traumát éltem át. Hál' Istennek szerencsésen, mondhatom, hogy szerencsésen. Komolyabb sérülést nem szenvedtem, tehát kórházba nem szállítottak be, de a öffeszítő patronok elsülése következtében és a előre és a hátra való hirtelen mozgás következtében véraláfutásaim keletkeztek, illetve olyan szinten nyomta meg a mellkasomat a biztonsági öv, hogy körülbelül egy 2-3 hetes időtart, amíg fájlaltam az egész mellkasomat. Nem tudtam tőle rendesen pihenni sem, tehát aludni sem. Fölébredtem ezekre a fájdalmakra. Ezek ilyen apró zuzodások lehettek itt a sok porc között, meg a bordák között, meg minden. Tehát nem volt túl jó, illetve a légzsák megütötte az arcomat. Itt volt egy hatalmas piros folt az arcomon, ami szintén egy néhány nap alatt de elmúlt. A beszámolókból az is kiderül, hogy az előtte álló araszoló kis buszba is belelökte a kamion. Hát lelkileg eléggé megviselt engem is és a családomat is. Itt nem csak a lila foltokról, meg a fájó mellkasról beszélünk, hanem a baleset ugye augusztus 10-e ez évben, és utána nekünk volt még 2-3 ilyen háromnapos kis nyaralás betervezve a gyermekkel. Na most ugye elvesztettük az autónkat, amivel mentünk volna, kellett ugye bérelni másik autót, nem tudtuk magunkkal vinni, amit szerettünk volna, kerékpárokat, ami gondot okozott, és hát nem úgy éltük az életünket jó néhány hétig, mondhatom most már hónapig, mint ahogy ment volna a normális kerékvágásba. Gyereket is meg kellett nyugtatni, mert ugye délután 2:30 környéke a baleset, és este 8-ra tudtam hazaérni, el kellett helyezni a roncsot, és az a rengeteg ügyintézés, ami elindul egy ilyen baleset után, az elmondhatatlanul nagy terhet ró a károsultra, én azt gondolom. Úgy tudjuk, a kamionsofőr a telefonját nézte vezetés közben. A szerencsének köszönhetően a személyautósofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.